Start! Start, elindult az Imikedi, a napi főverseny, és overnight ugrott el. A többiek viszont jó startot vettek, és Szaharin Pap Istvánnal vállalja magára a vezetés mögött. Ott van Ördög Hegedűse és Orinokó. A vezetőlovak egymás mögött helyezkednek, miközben a mezőny végén overnight galopozik, aki kiesett a versenyből. Újrázva, illetve Istálló társa, öntusázó pedig zárja a sort. Előttük halott őszi fény, illetve a közepesen kezdő tekilahás. A lovak most már a kanyarban járnak, és szinte mindenki egy vonalban helyezkedik. Csupán tekilahással vállalnak fel második pozíciót, illetve újrázza. Jönnek a lovak az első jelenesben, még mintegy 1400 méter van hátra a versenyből. Szaharin, a verseny első számú esélyese vezet. Szaharin az élen. Mögötte másfél hosszal következik Ördög Hegedűse. Szaharin, Ördög Hegedűse, Orinokó. Nincs változás, ami az első hármat illeti. Mögöttük pedig őszi fényszínét látom a negyedik pozícióban. Mellé zárkozik fel tekilhás. Egy kör van még hátra a versenyből. Szaharin az élen. A három nagy esélyes az első három ilyen libasorban követik egymást még hozzá. Szaharin vezetésével másfél hosszal jön mögötte Ördög Hegedűse további másféllel. Orinokó a harmadik pozícióban, aztán őszi fény, tekilás, öttusázó, újrázza sor, Randovernál természetesen versenyen kívül a mezőny végén figyeli most már csak az eseményeket. Sok változás nem hozott a futam középső szakasza, Szaharin diktálja továbbra is a tempót, ugye kicsit az utóbbi 3-400 méterre lassított egyébként ezen az iramon, Ördög Hegedűse változatlanul a második, Orinokó pedig még mindig a harmadik a háttérből, talán most fog majd igazából elindulni az első támadás, újrázza az, akit elindít Verép Zsolt, újrázza úgy tűnik azért sokkal jobb versenyt fut, mint tette ezt idén bármikor, és szépen ott van most már Orinokó mellett a harmadik, negyedik helyen. Eléri most már a mezőny az eredményjelző tábla környékét, Szaharin még mindig az élen van, másfél összal Ördög Hegedűse kíséri, Orinokó kijön most már a falról, és elindítja a támadását, viszont újráz lendülete, újfestek kicsit megtörni látszik. Jönnek a lovak a verseny utolsó szakaszára, még mindig Szaharin az élen, egy derbi helyezett, mögötte nagyszerűen fut Ördög Hegedűse, kívül pedig támadási pozícióban Orinokó, a vezető hármas remekül együtt, és egy tehetséges négy éves, újráz pedig fölveti majd velük a versenyt egy héttel a derbi előtt, őszi fénynek is momentuma lehet a végén. Jönnek a lovak a lassacskán a befutó egyenesre, kívül jön újráz, hatalmas rendülettel, azonban menne a falon elég frissen jönnek az ellenfelek. Szaharin még mindig vezet, Szaharin megtámadja Orinokó, Ördög Hegedűse is nagyon közel van. Szaharin végigvezetve megnyerheti ezt a versenyt. Újráz jó versennyel jelentkezik, Szaharin fog győzni. Szaharin az utolsó 50 méteren bebiztosítja a győzelmét. Szaharin, Orinokó, Ördög Hegedűse és újráz. Ez a befutási sorrend a napi főverseny. Az Imikedíjban.